Sziasztok, Bogalett vagyok. És Viktor. Japánba Japánról. Most újra itt vagyunk, újult erővel, és most egy olyan videót fogunk csinálni, amiben megválaszoljuk a kérdéseteket, amire Instagramra tettetek fel a választ, a kérdést, amit tudjátok mi azt. Új erővel, újonnan itt vagyunk, újjongva. Mindegy a lényeg, hogy újra itt vagyunk, egy kérdés-felelek videóval. Tudjuk már, vagy ezer éve nem csináltunk videót, és tudjuk, hogy nem ez az első eltűnésünk, de most újult erővel itt vagyunk, csak nektek, csak most, és csak az Instagramról feltett kérdésetekre fogunk válaszolni most ebben a videóban. Itt a telefonom innen fogok puskázni, úgyhogy bocsi. Szóval vágjunk is bele, nem akarom tovább húzni ezt az egészet. Az első kérdés az, hogy hogy vagytok, hogy viselitek a 2020-as év nehézségeit? Üdvözlet Finnországból! Hello, Finnország! Jól vagyunk, köszönjük minden. Igazából nekünk minden olyan, mint régiben, nem? Nem indult olyan jól, Misikével jó lett, és aztán megint nem volt olyan jó, szóval ez a 2020, ez a mi évünk se. Tehát max jövőre reméljük jobb lesz. Következő kérdés. Idén lesznek kari videók? Ugye igen! Jól megy az élet? Én még nem tudom, hogy lesznek-e. Viktor, te tudsz valamit, amit én nem? Szerintem örülünk, hogyha tudunk egy pár videót felrakni, de kari videók szerintem lesznek, de ez a mindennapos... Oh, mi is volt az a vlogmass, vagy hogy hívták, azt nem hiszem, az nagyon lesz. Jó, aki ezzel foglalkozik, hogy csak YouTube-ozik. Én nem. Se Viktor, úgyhogy... Meg annyi érdekesség nem is történik így nap, mint nap, hogy mindent felvegyünk. Igen, ez a baj, hogy így egy normál életet élünk. Most ugye menni se lehet ide-oda, ahol voltunk például pár évvel ezelőtt vlogmaszkban benne volt a kóbei kivilágítás, na az most nincsen, azt mondták, hogy az nem lesz idén a koronavírus miatt. Meg hát amúgy semmi igen, nem lesz. Igen, tehát menni is így, nem tudom, hova tudnánk menni. Na mindegy, szóval következő kérdés. Vallásosak vagytok? Nem. Nem. Én amúgy katolikus középiskolába jártam, és még mondhatni, hogy vallásos voltam. Egyébként meg vagyunk keresztelve mind a ketten, de nem járunk templomban. Sőt, te még bérmálkodtál is, nem? Bérmálkoztam, igen. Bérmáltam? Mindegy. Igen, nem járunk templomban, nem vagyunk vallásosak, mi sikert sem tervezzük. Nem is volt templomi esküvőnk. Megkeresztelni, úgyhogy nem vagyunk vallásosak. Igen. Hogyan készültök a karácsonyra? Elvileg ma díszítünk fenyőt, fenyőt és lakást is. Igen, de amúgy én szeretnék bejglit csinálni, illetve még ilyen kis karácsonyi főzőcskézést 24-én. Hát aztán, hogy mi lesz ebből megvalósítva, mennyire, azt majd meglátjuk. Igen, nekem sajnos 24-25-26-án is valószínűleg dolgozni fogok. Próbálom lecsökkenteni a munkaidőmet, de itt alapvetően 24-25-26 egyáltalán nem munkanap, vagy nem munkaszüneti nap, úgyhogy ugyanúgy járunk dolgozni. Hát igen, kicsit kellemetlen, mert én ugye általában este sokáig szoktam bent lenni, és akkor most ugye a szent este az tulajdonképpen azt jelenti, hogy elvileg 8-ra érnék haza, talán tudok egy kicsit előbb mondjuk ilyen 6 vagy 7-re, de hát igen, szóval azért nem olyan lesz, mint otthon. Mikor lesz house tour? Ha rendet rakunk, és hogyha be lenne rendezve az összes szoba szépen, akkor lenne, de mivel nincs, ezért még nem lesz. Igen, egyrészt már amúgy nincsen nagy rendetlenség. Nem, Misike szobája nagyon szép, a nappali nagyon szép. Amit itt láttok, az szép. Amit mi látunk, az nem szép. Nem, de egyébként ezeket el lehetne pakolni, mert ilyen, mit tudom én, szűnyeg, amit ki kell tisztelni, tehát ilyen dolgok, de egyelőre nem érezzük úgy, hogy magabiztosak lennénk abban, hogy megmutassuk így mindenkinek minden zegzugát így a lakásnak. Ha meg csak így részleteket mutatunk belőle, az meg több gáz, mert akkor az nem is egy room tour, hanem az csak ilyen, nem tudom, ilyen... Az room tour. Vagy akkor az nem az house tour. Igen. Mindegy. Na, a lényeg, hogy egyelőre most nem lesz, nem tervezünk ilyet. Bocs. Honnan az ötlet, hogy Japánba költözzetek, illetve hogy kezdődött japán szeretete?
Hát én gyerekkoromban olvastam egyszer egy szamurájos könyvet, ami miatt nagyon megtetszettek így a szamurájok, de eszembe sem jutott, hogy ennek köze lehet ahhoz, hogy én Japánban akarok lenni. Én egész egyszerűen meg akartam tanulni japánul beszélni, és ezért elkezdtem egyetemre járni, ahol megtanultam egyébként, meg aztán ösztöndíjra kijutottam, és akkor ott megtanultam. És aztán, amikor egy ilyen hosszabb ösztöndíjra kikerültem, akkor már előtte is az előző ösztöndíjakon is úgy gondoltam, hogy itt szeretnék majd én élni, de akkor már a hosszabb ösztöndíjon, akkor már 100%-osan biztos volt, tehát munkát kerestem, stb. És Bogi tulajdonképpen így mondhatni, hogy együtt jöttünk ki Japánba. Én főiskola első évében kaptam egy írást, aki nézi, azt tudja, egy japán animéről, amúgy a Bleach volt, az mindegy, és hát akkor így elolvastam, és így nem értettem semmit, és így gondoltam, úristen, mi a fene ez? Persze előtte én már néztem animéket, csak nem tudtam, hogy az anime. Mindegy. És elkezdtem nézni a Bleach-et, nagyon megtetszett, és az egyik anime ending az kiváltképpen megtetszett. És arra azt gondoltam, hogy na, nekem meg kell tanulni japánul. Elkezdtem japánul tanulni, találtam egy olyan magyart, aki itt él Japánban, és blogolt, és elkezdtem az ő írásait olvasni, és nagyon-nagyon megtetszett, és gondoltam, hogy hát igazából lehet, hogy itt élni se lenne rossz, aztán utána felvételiztem, miután befejeztem az egyetemet, felvételiztem japán szakra, fölvettek, megismerkedtem Viktorral, és együtt kijöttünk Japánba. Igen, de azért ezek az ilyen, hogy így mikor határoztuk el, hogy itt fogunk élni. Ezt nem határoztuk, ez nem volt egy ilyen pont, hogy elhatároztuk, hanem így szépen így haladtak előre a dolgok, igen, sodrottunk az árral, és egyébként még az elmúlt, mostanában már nem annyira merül fel bennünk, de az elmúlt pár évben azért gyakran felmerült az, hogy esetleg, hogy hazamenjünk. Oké, várj, stopp! Terveztek Magyarországra visszaköltözni? Ha igen, akkor miért? Igen. Tehát, még megfordult annól a fejünkben, hogyha nem is Magyarországra, akkor esetleg máshol külföldre, ahol élnek családtagjunk, vagy ilyesmi. És nem azért, mert nem szeretjük Japánt, vagy nem azért, mert annyira visszahúz a szívünk, vagy nem húz vissza a szívünk. Egész egyszerűen csak gondolkodtunk, hogy mi lenne nekünk a legoptimálisabb a jövőnk szempontjából. Igen. De most már így, hogy Misi is itt van, így most már főként nem fogunk nagyon valószínűleg mozogni, nekem is, Boginak is így a karrierünk az így mondhatni, hogy ha nem is eszméletlenül, de felfeléivel, és egy hülyeség lenne ezt az egészen. Én is már azért lassan mennyi 90 leszek, úgyhogy már ilyenkor már nem nagyon mozog az ember az én koromban, úgyhogy tényleg nem tervezünk hazamenni, röviden ez a válasz. Én szinte biztosan mondom, hogy valami eszméletlen dolog nem történik, akkor mi itt fogunk megregedni, itt leszünk nyugdíjasak, és itt fogunk maradni életünk végéig valószínűleg Japánban. Még azt is megreszkírozom, hogy Himeji-ben egyébként. Meddig lehet kint otthon maradni a picivel szülés után? Ezt nem tudom, mert... Igen, nem tudom, mert én egy ilyen kicsi családi cégnél vagyok, és nálunk úgy beszéltük meg, hogy ameddig én gondolom, addig maradok itthon. De amúgy háttér információ, januártól vissza fogok menni pár órára, de nem teljes munkaidőben, nyilván 2-3 napot megyek vissza, 2-3 órákra, Misikét is elkezdem beszoktatni, mivel hozzánk fog járni majd oviba, illetve bölcsiben mi ilyen 1 éves kortól 6 éves korig vagyunk, szóval ez ilyen 2 az 1-ben. Hozzánk fog járni, és amikor én vagyok bent, akkor ő is bent lesz velem. Igen, és meg ez hozzátartozik, hogy ugye Bogi nem teljes munkaidős beosztásban volt, tehát ezt így igen nehéz megmondani, mert rész munkaidősöknél szerintem így különösebben talán így japánoknál sincsen olyan, hogy mit tudom én, egy év múlva vissza kell menni, mert különben ez meg az történik, vagy a, nem tudom, állam csak ennyi fizet, eleve, hogyha részmunkaidős vagy, akkor azt hiszem nem jár gyes, tehát hogyha, vagy valami ennek a japán megfelelője. Nekem elvileg járna, de ugye én meg bejárok dolgozni rendesen, tehát nekem nem fog járni, úgyhogy tulajdonképpen azt hiszem volt ilyen kérdés, és mindegy, ezt most gyorsan megválaszolom, hogy van ilyen mindgyes Japánban, de erre így részletesen nem akarunk nagyon kitérni, meg mi sem nem tudjuk is pontosan, sokat, igen. De mivel hogy Bogi nem teljes munkaidőben van, ezért rá ez nem vonatkozik tulajdonképpen, tehát így nagyon nem is foglalkoztunk vele. És akkor ezzel meg is válaszoltuk azt, hogy milyen oviba, suliba szeretnétek járatni, mi is itt, hagyományos japán vagy international? Ugye az ovi az nálunk international, szóval nemzetközi ovi, angolul beszélünk a gyerekekhez, de szeretnénk ugye, hogy japán legyen az anyanyelve, hát ugye a magyar mellett, hát magyarul beszélünk itthon, de hát azért Japánban élünk, meg kell, hogy tanuljon japánul, úgyhogy általánosban mindenféleképpen normál japán iskolát gondoltunk.
Igen, egyébként még az óvodában is gondolkodtunk, hogy most japánokba járassuk, vagy hozzánk járassuk, mert ugye a japán gyerekek megtanulnak japánul akkor, hogyha hozzánk járnak, akkor is, mert hogy otthon japánul beszélnek. Nálunk itthon nem japánul beszélünk, hanem magyarul. Ezért kicsit aggódtunk, hogy most hogy lesz így, mit tudom én, japán is az anyanyelve. De aztán így végig gondoltuk, tulajdonképpen az életének a nagy részét tényleg itt fogja tölteni, úgyhogy az az első egy-két év, amit mit tudom én nálunk tölt, az nem hiszem, hogy olyan nagyon sokat fog befolyásolni egyrészt, másrészt meg úgy beszéltük meg, hogy tényleg nézzük azért a fejlődését, figyeljük, és hogyha látjuk, hogy nagyon-nagyon nem akar japánul beszélni, vagy nem tud japánul beszélni, vagy ilyesmi, vagy a hangok nem mennek, amiket a japán nyelvben használunk, akkor beiratjuk így, mit tudom én, fél időben, vagy fél időre úgymond japán oviba, és akkor a másik maradék egy-két napban pedig hozzánk jár az angolos oviba. De szerintem ebből nem lesz probléma, hogy nem, megtanuljon japánul anyanyelvi szinten, mert itt élünk. Ja. Magyarországon ti melyik főiskolán, egyetemen tanultatok japánt? Jó. Mindketten a Károli Gáspár Református Egyetemen tanultunk japánt, illetve japán szakosok voltunk. Én csak egy évig, úgyhogy én nem végeztem el, én olyan sok mindent nem tudok mondani, Viktor elvégezte a B-t is, az M-t is elvégezte volna, ha leadta volna a szakdolgozatát, igen, de amúgy abszolvált mindennel van. Elvégeztem, csak nem diplomáztam, igen, le. Igen. Hogy élitek meg Japánban a vírus helyzetet? Az eleje az számunkra nagyon jó volt, ugyanis amikor elrendelték azt, hogy aki tudja, az dolgozzon otthonról, akkor Viktor itthonról dolgozott, itthonról tartotta az órákat, nekem az tökéletes volt, ugyanis Misike akkor volt pár napos hetes, és nagyon nagy segítség volt az, hogy itt volt velem. Ha nem is konkrétan itt velem volt, hanem egy másik szobával arrébb, akkor is nagyon nagy segítség volt. Igen, meg egyébként ez egy eszméletlen nagy mázli volt, hogy még pont a koronavírus rendeletek előtt sikerült úgymond a baba születés, mert több helyről hallottuk, hogy egyszerűen nem engedik be az apukát egyáltalán a kórházba, még tulajdonképpen így látogatása sem szinte. Igen, és Magyarországon is hallottuk, hogy volt. Igen, ilyen. Tehát teljesen egyedül kell úgymond az anyukának. Úgyhogy nekünk ezzel nagy szerencsénk volt, azután, hát nem azt mondom, hogy jó volt, hanem az, hogy nekünk nagyon jól elviselt. Igen, jól jött ki nekünk. Kicsit nekünk jól jött ki, igen, de ezt még az előző videóban, vagyis hát az egyik koronavírusos videóban még erről meséltem. És utána pedig igazából tulajdonképpen így itt Japánban így olyan, mintha nem is lenne ez az egész tulajdonképpen, tehát így az emberek utazgatnak, mászkálgatnak, ezt azt csinálják, szóval mindenki így éli az életét. Volt, hogy másként kezeltek, mert nem japánok vagytok? Volt negatív is, de azt hiszem az csak egyszer, amikor Ószakába kerestünk új lakást. Te tudsz valami másról? Igen, negatívról? Nem, és igazából ami negatív volt, azt sem mondhatnám, hogy olyan úristen, tehát nem felénk irányult megdobáltak kővel, vagy megvertek, vagy belénk kötöttek, vagy ilyesmi. Nem, mondhatni, hogy nem, tulajdonképpen majdnem ugyanolyan elbánásban részesülünk. Az egyetlen egy dolog, ami szokott így egy kicsit nekünk ilyen nem tudom, ilyen mérgesítő lenni, az, hogy a nyelvtudásunkban kételkednek. De aztán azt is így hamar így legyúrjuk ezt a mondjuk problémát. Mondjuk az enyémben még lehet is, tehát én azért nem vagyok olyan jó japánból, mint Viktor. Én hát sem azért vagyok tökéletes, de egy ilyen, mit tudom én, egy számlát befizetni, egy vonatjegyet venni, vagy egy akármit, azért ez nem kell egy eszméletlen nyelvtudás. És akkor kezdenek az angollal próbálkozni. Igen. Na mindegy, szóval ez nekünk az ilyen. Igen, ez nekünk probléma, de egyébként ez nem egyáltalán nem negatív megkülönböztetés, ez csak simán megkülönböztetés. Pozitívban viszont van részünk szerintem. Igen, azért úgy néha jól jön az, hogy külföldiek vagyunk, mitten egy-két szabálytól el lehet tekinteni, egy-két ilyen társadalmi szabálytól is úgymond el lehet tekinteni, tehát úgymond mi viselkedhetünk egy kicsit lazábban, mint mondjuk a japánok, igen, és ez jó. Szerintem. Meg hát már hozzánk is szerintem próbálnak lazábban állni, és próbálnak, hát, hogy mondjam, máshogy állni, mint a japánokhoz. Igen, de ez pozitív. Tehát igen, abszolút pozitív. Ezt nehéz így elmagyarázni, mert hogyha az ember itt él minden nap, akkor érzi ezt, de úgy tényleg azért így konkrét példákat így nehéz felhozni rá. Igen, hirtelen. Tehát ilyen 99% pozitív, 1% negatív. Igen, és a munkahelyen ez pont szerintem eléggé igaz, hogy tőlünk sem várnak el egy olyan nem is tudom, olyan viselkedést. Nyilván a munkavégzést ezt ugyanúgy elvárják, a minőséget ugyanúgy elvárják, de úgy valahogy a viselkedésben sokkal lazábbak,
Én úgy gondolom velünk szemben, és mi is lazábbak lehetünk, mint japánok. Mi történt veletek az elmúlt hónapokban? Hazajönni tudtatok, vagy esetleg ment ki család? Sajnos nem tudtunk hazamenni, illetve most nem is terveztünk volna, tehát legközelebb, ami így be volt lőve célra, az március vége lett volna, 2021 március vége, hát azt szerintem nem fog összejönni a vírus miatt, illetve úgy lett volna, hogy anyukám vagy Viktor anyukája kijön Misi születése után, de a vírus miatt az is toltuk, illetve utána eltöröltük a, vagyis hát hogy mondják? Hát így lemondtuk a repjegyet, igen. Mert hát még igazából ki tudtak volna jönni, csak így egészségügyi okok miatt úgy jobbnak láttuk, hogyha nem jönnek ki, meg így az egész igazából így macera is, meg aztán akár még veszélyes is lehet. Úgyhogy azt úgy láttuk, hogy nem. Mi, ugye ahogy Bogi mondta, nem terveztünk hazamenni, és hogy mi van velünk az elmúlt pár hónapban. Semmi, örülünk, hogy egy háromfős kis család lettünk, boldogan élünk, misikézünk állandóan, ugye én normálisan járok dolgozni itt, majd ez egy másik videó lesz egyébként, hogy Japánban hogy áll most jelenleg így a koronavírus, de én ugyanúgy járok dolgozni, mint előtte, tehát minden nap jövök, megyek, este későn érek haza, úgyhogy igazából teljesen ugyanúgy telik, mint koronavírus előtt, annyi az egy különbség, ugye, hogy van egy kis gyerekünk most már. Boginak egy kicsit el kellett menni most babázni, úgyhogy egy pillanatra egyedül maradtam, de itt hagyta a telefonját, úgyhogy addig nézek egy pár kérdést, hogy mik vannak itt. Azt mondja, milyen lesz az idei karácsonyfátok? Az idei karácsonyfánk az ugyanolyan lesz pontosan, mint a tavalyi karácsonyfánk, ugyanis egy ilyen, hát csúnya szóval mondom, műanyag karácsonyfánk van, tehát egy műkarácsonyfánk van, ami egyébként nagyon szép, és egy szerintem eléggé drága is volt. Hát a díszeink azok nem nagyon változnak, nem is gondolom én, hogy fontos lenne újra befektetni. Úgyhogy ugyanaz lesz, mint tavaly, majd mutatunk róla a képet, vagy nem is tudom, videót talán. Nézek még következő kérdést, hogy sziasztok, ti mit gondoltok, mi lesz 2021-ben? Szerintem én nagyon reménykedem benne, hogy megérkezik a vakcina, nagyon reménykedem benne, hogy hatásos is lesz, és hogy valamelyest visszáll a régi kerékvágásba a világ, amennyire lehet a pozitívumokat megtartva, a negatívumokat azokat visszaállítva a régibe. Én nem tudom, a 2021-es Tokiói olimpiával kapcsolatban vannak fenntartásaim, szerintem egyébként nem lesz megtartva, de aztán lehet, hogy nagyon-nagyon erőszakosan azt fogják mondani, hogy már pedig de. Úgyhogy én úgy gondolom, hogy számunkra nem hiszem, hogy lesz változás, reméljük, hogy egy kicsit jobb volt, mint az előző év, és nagyon remélem, hogy az otthoniaknak, meg úgy általában Európában mindenkinek jobb lesz, mert ahogy ugye a híreket néztük, olvastuk, hallottuk, úgy láttuk, hogy azért otthon elég durva a helyzet, úgyhogy reméljük, hogy nektek jobb lesz. Hogy összegeznétek 2020-at? Hát ha egy szóban kéne, akkor azt mondom, hogy érdekes. Tényleg ez egy érdekes év volt, nem hiszem, hogy volt már ilyen évünk, de egyébként nekem tényleg semmi, hál' Istennek semmi negatívumot nem tudok mondani ebből az évből. Az üzletünk is úgy, ahogy megyegetett, Bogival nagyon minden, tényleg teljesen normálisan meg vagyunk, Misikével nagyon boldogan telnek a napjaink. Most egy kicsikét egyébként nyűszizik, lehet, hogy hallatszik is, de amúgy tényleg minden rendben van, szóval boldogok vagyunk abszolút. Sokan tettetek fel olyan kérdéseket, hogy mi van veletek, hova tüntetek, mi történt, terveztek még videót, vagy terveztek YouTube-ozni még. Tervezünk, abszolút, sőt egyébként még egy-két dologba így próbálunk még így anyagilag is belefektetni. Csak tényleg annyi a helyzet, hogy így elrepülnek a napok, ugye így kisgyerekkel, nekem is ugye azért van munkám bőven, és így nehéz összedni magunkat tényleg, hogy videózzunk, szóval mondhatná azt, hogy így 70%-ban lustaság, szétszórtság, hogy egyszerűen nem tudjuk az időnket jól beosztani arra, hogy videózzunk, és 30%-ban pedig egyébként tényleg az, hogy így gyerekkel tényleg azért nehezebb. Sokan tudnak nyilván gyerekkel is vlogolni, ez nagyrészt azokra igaz szerintem, akik előtte is mondjuk abból éltek, hogy YouTube-oznak. Nekünk ugye ez nem fizető munkánk, hanem ez teljesen hobbi. Úgyhogy ezért egy kicsit nekünk így más a helyzet. Meg hát egy hétvégenként is azért így nehéz úgy összeszedni magunkat, hogy így vállalhatóak legyünk. Most nem azt mondom, hogy most olyan eszméletlenül
fit és szuper állapotban vagyok arra, hogy YouTube-ozzak, de ennél még durvábban szoktam így kinézni. Szóval igen, azért ez egy nagy indok, hogy így, amikor tényleg ilyen mosott ronynak nézek ki, akkor így a legutolsó dolog az, amit kívánok, hogy felvegyenek kamerára, és még annál egyel kevésbé kívánom, hogy ez fel is kerüljön az internetre. Úgyhogy, ja, hát abszolút tervezünk nagyon, és nagyon szeretnénk, hogy kicsit vissza tudnánk jönni. Valószínűleg többet fogok én szerepelni, és Bogi egy kicsit kevesebbet, de reméljük, hogy őt is bele tudjuk rakni, meg néha Misikét is meg tudjuk mutatni a képernyőn. Aztán van egy ilyen kérdés, hogy jól vagytok? Már aggódtam, Misike, hogy van? Ezt is akkor így mindenkinek megmondjuk, hogy nagyon jól vagyunk, nagyon köszönjük szépen, és köszönjük az aggódást, egyébként tök durva is, és tényleg köszönjük, hogy ennyire így itt vagytok, és érdekel mindenkit, hogy mi történik velünk. Nagyon-nagyon jól vagyunk, gyönyörűen fejlődik Misike, most már 5 vagy 6 foga is van, hát szegénykének igen, mert kicsit nyűsziszik miatta. Szóval nagyon szépen fejlődik, hatalmas baba, már szerintem ilyen 2 éves japán kisgyereknek a méreteivel rendelkezik. Úgyhogy minden rendben van, Bogival is minden rendben van, velem is minden rendben van, nem vagyunk rossz kedvűek, nem vagyunk, nem tudom, semmilyenek, tök normális minden. Visszajöttem, csak Misike pont alszik és felébredt egy kicsit, úgyhogy vissza kellett altatnom. Tehát a következő kérdés az, hogy kis állatot szeretnétek-e? Nem. Nem, már van. Nem szeretnénk. Lakásban élünk egyrészt, azért másrészt, mert hogyha hazamegyünk vagy elutazunk, akkor szegénykét nem akarjuk, illetve nem tudjuk lepasszolni. Illetve mi volt még? Hát az, hogy nem gondoljuk úgy, hogy szeretnénk felelősséget vállalni egy kis élő lényért. Úgy szeretnénk, hogyha magunkra, a gyerekünkre, meg úgy a lakásra tudnánk fókuszálni, szóval tulajdonképpen egész egyszerűen nem szeretnénk. Tisztaság, meg egészségügyi okok miatt sem, meg hát amit a Bogi mondott, azért nem. Misike ismét felébredt, úgyhogy kicsit elmegyek, lehet, hogy visszahozom. Közben idehoztam, Misikét már sírt, felébredt. Ismét, mindegy, most már nem alszik vissza, itt lesz velünk, és most már sietősebbre kell venni a dolgot, mivel nincs sok türelme, úgyhogy bocsi, ha kevés kérdésünk lesz ezután, illetve nem olvasuk a kérdéseteket. Tehát a következő az, hogy nézitek az Inuyasha folytatását? Ha igen, hogy tetszik eddig? Nem nézzük, én nem is szerettem, egyrészt láttam belőle, nem tetszett, és nem nézzük. Nem, én sem, nem nézzük. Viszont én olvasom a Shingeki no Kyojin-t, azt Viktor nem olvassa, úgyhogy még nem tudja, mi van benne. Én nem nézek már annyiket. Nem kérünk spoilert belőle, hát én is csak a mangát olvasom. Ja, úgyhogy az nagyon jó. Milyen érzés szülőnek lenni? Volt elképzelés, és milyen lett a valóság? Elképzelés? Nem volt úgy nagyon elképzelés. Hát így álmodoztunk, amikor Bogi már teresett, hogy milyen lesz majd, ha a kisgyerekkel ülünk itt, meg ilyesmi. Én nagyon boldog nekem, abszolút. Nagyon. Hát vannak nehéz pillanatok, amikor így nem tudunk mit csinálni, mert mit nagyon nyűgös, vagy sír, vagy ilyesmi, de azért az sem ilyen nem tudom, depresszióba esik. De azért Misik egy nagyon jó kisfiú, tehát nem szokott annyit csinálni. Most fogzik. Most, meg most boxol, ugye Bogit így nyakon üti, meg ilyenek, de de amúgy ügyes kisfiú, jó kisfiú. Tessék, távirányíts. Azt szereti. És van még 2 kérdés, de mindkettő a koronavírussal kapcsolatos. Az egyik, hogy milyen ott a vírushelyzet, gondolom ott fegyelmezetten zajlik minden. A másik meg, hogy miben változtatta meg a koronavírus az életeteket. Tehát az életünket úgy annyira nem hiszem, hogy megváltoztatta volna. A mi életünket nem. Annyi, hogy kevesebbet tudunk kijárni Misivel, de igazából ennyi, meg közösségben nem nagyon járunk vele. Igen, meg barátokat sem tudunk annyira áthívni. Viszont a koronavírus helyzetről Japánban arra majd tervezek csinálni én egy ilyen újabb, egy ilyen második rész összefoglalót. Úgyhogy azt így most röviden tényleg csak annyit, hogy különösebben olyan nagyon-nagyon nagy korlátozás, meg ilyesmi, így azért így nincsen. Tehát nem lehetne. Jó, így valamit érezni belőle, meg ilyesmi, de így helyileg, tehát így el akarok menni egy étterembe, bármikor el tudok menni, el akarok menni egy moziba, el tudok menni, Disneyland nyitva van, USJ nyitva van. Szóval igazából úgy azért nem mondhatnánk, hogy megállt a világ itt Japánban. Ennyi lett volna ez a mai videó, hogyha tetszett, akkor nyomjatok egy lájkot, fenn vagyunk Facebookon és Instagramon is. Instagramon kicsit élénkebbek vagyunk, mint ahogy máshol szoktunk lenni. Ha tetszett, nyomjatok egy lájkot, Misike,
meg szétrombolja a berendezést. Találkozunk legközelebb is. Köszönjük szépen, sziasztok! Sziasztok! És köszönjük a kérdéseket! Köszönjük, sziasztok! Sziasztok!